Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárt Zón, és a mai videóban egy gigantikus nagy starter. Azt a mindegy, már legalábbis a starter normál méretű, de a Megacrackről van szó, Spanyolországba kapható széria, ami már-már ilyen játék nélküli prémiumos feelinget üt meg. Nem teljesen az, hiszen a kártya vastagsága az nem az, viszont dizájnban szerintem baromi jó. És hát ilyen a kis digitális aláírt kubárszikat lehet nyitni, meccsi jelenetről, még ott a bíró is olyan kártyákat lehet nyitogatni, illetve aláírtat is lehet ebből szerezni, írja is 2000 csomagonként, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat kell kinyitni, viszont mivel 2000 csomagonként nyitható, ezért ugye egészen értékessé válik. Van itt Yamal is, meg minden garantált a starter pakba, illetve ez egy szuper starter pak, tehát gerinces albumot fogunk kapni. Óriási ez a karton tábla, amire rárakták. Eleve egyébként ezt nem is hozta Peti haza, hiszen ő volt egyébként Spanyolországban, hanem hozott magának meg nekem is ilyen Megacrack bontatlan La Liga csomagokat, amik egészen jól néznek ki, de hát ez kéne starter, úgyhogy rendeltünk startert, így jött össze ez a bemutató. 8 bontatlan csomagot fogunk megnézni, meg magát a startert, amit megpróbálok leszedni. Pedig amúgy poén lenne, de mindegy, nyissuk ki itt ezen a kartonpapíron, mert ez így esélytelen. Azt mondja, hogy van benne 4 bontatlan csomag, az elég korrekt, mert akkor így lesz összesen 12, az már azért nem olyan rossz. Van benne egy ilyen kis fóliázott pakk, ami valószínűleg a limitáltakat rejti, ennek nagyon-nagyon-nagyon örülök, hiszen így nem sérül, biztos, hogy nem sérül így. Úgyhogy nézzük is meg akkor, hiszen ez minden starterba fix, ugyanaz. Ha jól láttam a borítóján, ugye így is van, tehát itt is megvan a Yamal, fantasztikus dupla fotós kártya, Bellingham is van, illetve itt pedig egy Goleador, top revelation, top crack, érdekes ilyen kis elnevezések vannak. Viszont ugye mondtam, hogy ilyen prémium kártya feeling van, tehát játékfunkciók nincsenek rajta, viszont információk az adott játékosról, az viszont van, úgyhogy ez eléggé tetszetős egyébként. Oké, a srácokat ide lerakjuk, itt szebben csillognak, tehát van egy kis fólia rajta. Nézzük meg a starter pakot, ami gerinces, és ez az első ilyen Megacrack starterem. Eszméletlen jól néz ki, Panini Megacrack 24-25-ös széria, tehát a legújabb kiadás, félelmetesen jól néz ki. Lehet ilyen paninis labdát is nyerni, illetőleg dupla album, tehát két ilyen elválasztó is van benne, ami annyit jelent, hogy 1080 kártyát is lehet beletenni, de a spanyolok úgy teszik a kártyákat egyébként, hogy egy zsebbe egyet, így jön ki igazából az 540, de akkor cserébe látod a hátulját a kártyának. Ez pedig valami checklist, hát ez mondjuk nem egy ilyen nagyon látványos checklist, de valami azért van, illetve itt is néhány kártya. Ott az aláírt originálo autografo! Nagyon tetszetős, jó lenne egyet nyitni, de hát ahhoz óriási szerencse kell. A nagy kartontáblát lehajítva, nézzük meg akkor a pakkokat, hogy azon mi van, milyen információ. 495 kártyából áll a széria, tehát nem egy kis szériáról beszélünk, 360 az alapkártya, és akkor vannak ilyen flashback, meg minden fuego paralellek, aha, és ott vannak 2000 csomagon kinyitható aláírt is. Lessük meg akkor a pak tartalmát. Ó, Iñaki Peña, hát most egy kis ideig kapott szerepet. Ó, de jól néz ki, VIP zóna kártya, és minden csillog, az EA Sports logó, az MGK logó, ott van a csapat logó, ez is baromi jól néz ki, és a hátulján stadion, tehát nem ússzák meg, nem kód, meg ilyen semmi van a hátulján, hanem bizony weboldal, stadion mérete, meg mindenféle hasznos információ az adott csapatról. Ez kifejezetten tetszik. Oké. Ezek ugye a tetején azok a pakkok, amik a starterben voltak, az első 4. Jó, nézzük a következőt. Új, de jól néz ki az elit. Ilyen lila színű. Ez pedig egy Rayo Vallecano. Mindenféle. Hát így más nagy csapat nem volt, de szerintem ez a Vinicius Junior, ez azért eléggé komoly. Nézzük meg a következőt. Nagyon király kinézete van ennek a Megacracknek. Na, itt valami összeragadt. Új, de jól néz ki! Master Rookie! De szép! És a következő pedig egy Camavinga VIP zóna.
De jó, és itt is mások a színeltérések. Lehet itt akár egy paralelbe is belefutunk, még ismerkedek én is a szériával egyébként, de ez félelmetesen jól néz ki. A Real Madrid egyelőre nagyon adja. Peti nyitott valami szérián felüli kártyát a Barcelonából, az is elég durva, megnéztük ilyen 4-5 ezer forintért megy eBay-en, úgyhogy lehet jókat nyitni. Innenki, mi az? Nico Williams, bocsánat, azt a mindenit. Elite Power, és az a digitális aláírás, ami rá van nyomtatva, az félelmetes. Iniesta Pedri Do, mögötte a stadion eszméletlen király, dizájnban szerintem ez nagyon durva, dizájnban jobb, mint a La Liga, mármint az alap Adra NX-el, hiszen ez nem is Adra NX-el igazából, hiszen nincs játékfunkció, de a gyűjtés meg annál inkább pörög. Úgy, szépen kibontjuk. Na nézzük, mik vannak itt. Egy kapus, egy Real Betis-es, oj, de jó, a szöveg mögé megy be, Güler kártyája, majd utána egy Atletico Bilbao logó, félelmetesen király, ez a Güler is nagyon szép power típusú. Jó, starterpakkos csomagok már ugye elfogytak, úgyhogy most már a plusz csomagokat bontjuk. Nézzük, itt egy VIP zóna Kamavinga, és itt is volt egy VIP zóna Kamavinga. Albumban rendezéshez egyébként van benne segítség, és bizony, hogy az egy paralel, mert hogy ott van a P egyébként. 392-es, 392-es mind a kettőnek a értéke, úgymond, már mint hogy az albumba rendezéshez, viszont hát ez teljesen más. Őrület. Nyitottunk egy paralelt. Nagyon-nagyon jó. Ú, ez is. Ez a Güler, mi az Isten, de jól nézel ki. És akkor hol a másik Güler, várjál? Amúgy ez nagyon jó, hogy segít a paralellek meghatározásában. Hogy bizony oda teszik, hogy P. Tehát az bizony egy paralel, véletlenül se lehessen összetéveszteni, és a paralellen más a fotó egyébként. Úgyhogy ezért itt vannak ilyen kis finomságok a széria kapcsán. Isco. Real Madridot megjárt Isco van itt az elején. Nézzük a viccert, majd utána VIP zóna, mint ismeretes paralel verzióban. Majd utána pedig egy Master Rookie, és a végére egy Alex Král. Oké, lessük már a következő pakkot. Nézzük is, van itt egy Majorkás, majd utána egy Osasuna, egy Real Sociedad VIP zóna, majd utána egy Master Rookie Barcelonás Marc Guiu, majd utána Leo Román, és ez mi a lópikula? Aha, ez valami kiegészítő része, mert hogy update-elték az átigazolásokat, és ilyen second edition felirattal, hát ez egy ilyen kis checklist kártya. Jó van. Ilyen is van. Nem sok pak van más hátra. De azért hát, ha kihúzunk még valami szépet! Speciál Black One kártya, Gerard Moreno! És ez bizony szérián felüli Hall of Fame, erről beszéltünk, ilyet sikerült testégenesben nyitni a Petinek. Nekem is sikerült egy ilyen remek kártyát nyitni, gyönyörűen néz ki, elképesztően letisztult a design, a logóval, meg Gerard Morenoval, és olyan inszámozás, egy szérián felüli kártya. Fantasztikus, fantasztikus, nagyon-nagyon király. Ezt mondtam, hogy ez eBay-en több ezer forintért megy, tehát a pak többszöröse jön vissza egy ilyen bontással. Óriási, óriási. Ennek nagyon-nagyon örülök. Oké, mi van még itt? Vannak itt paralellek, meg mindenfélék. Bappé, meg van csinálva Bappé természetesen. Ugye ez a széria, ez előbb jön ki, mint az Adra NX-el La Liga. Az tavasszal szokott megjelenni, ez már a Megacrack az ősszel itt van. Ez előnyt élvez. Spanyolok szeretik az ilyen fél prémiumos szériákat. Oké, lessük meg. Egy Elite Power, ez is ilyen digitális aláírásos, Rodrigo, majd utána egy Master Rookie. Nagyon jól néz ki. Rodrigo-ról is itt dupla fotóvariációval mozgunk. Nagyon király. Utolsó pak. Hát, én még bontanám. Egy display. Bármit dobjatok nekem, és én bontanám. Ó, Vini Juni, Cristiano Ronaldo! Nagyon komoly. Én azt hittem, az Iniesta-s volt a legjobb. Hát, de nagyot tévedtem. Ez még királyabb. Vini Juni, Cristiano. A kutya fáját a dupla fotó, a két ember. Hát Ronaldo-ról két fotó, plusz itt a hátulján. Óriási. Tripla Ronaldo fotó, tripla Vini Juni fotó. Az komoly. Master Rookie is van itt. Hát de ez sztárkártya. Óriási. Biztos vagyok benne, hogy Messi is van.
Hát ez megkoronáztuk ezt a kollekcióbontást. Én köszönöm szépen, remélem azért ez is tetszik nektek, hogy ilyen szériákat is megnézünk, amik Magyarországon nem kaphatóak. Én nagyon élvezem egyébként. Egy újabb erekje a kollekciómban, egy gerinces album jóvoltából, egy Panini Mega Crack Spanyolországból. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel, nézzetek át a többi csatornán, mert ott is vannak videók, ugye a gamingen is pörög, az EFC Mobile, de itt megpörgetjük a bontásokat, ha már focis kártya. Sziasztok!